Csendes a cseperedő óvoda kertje. A labdák, a kert madarai, a mászóka és ezek a műanyag nyuszik jól megérdemelt pihenő idejüket töltik. Az óvi július elejétől augusztusig zárva van, az idejáró gyerekek szerencsés esetben nyaralnak a családdal, ha nem, akkor a közelben lévő ügyeletes óviban vannak. A bejáratnál tábla hirdeti, kinél kell tájékozódni az óvodai felvételről. Manapság bizony ez nehéz kérdés, legyen szó akár bölcsödéről, óvodáról vagy iskoláról. Ezek a képek áprilisban készültek, amikor a Bambi bölcsöde meghirdette a felvételt. Nyúl Zsuzsa volt televíziós műsorvezető, aki egyébként kerületi lakos, úgy döntött, megpróbált tenni azért, hogy a cseperedő óviban több legyen a hely. Én azt gondolom, hogy nem csak a 18. kerületben, hanem Budapesten is, és az egész ország területén nagyon nagy probléma az, hogy a kicsi gyerekek 3 és 6 év között hogyan kerülnek be óvodába. Sőt, ezt megelőzően ugye a bölcsidei helyekben is bőven találkozunk olyan történetekkel, hogy a gyerekeket nem veszik fel, mert nincsen hely. Elkeserítőnek tartom azt, hogy nagyon sok család egyszerűen nem tud visszamenni dolgozni azért, mert a gyerekeket nem tudja normálisan elhelyezni. Amikor én bementem és beírattam a fiamat abba a bizonyos óvodába, ahova közvetileg tartozunk, elkezdtem beszélgetni az ottani vezető óvónővel, Kati nénivel, és kiderült, hogy lennének olyan lehetőségek, amelyeket, hogyha megragadnánk az önkormányzat segítségével, akkor tudnánk még plusz férőhelyeket biztosítani családoknak. Nyúl Zsuzsa civil kezdeményezése végül a polgármesteri hivatalban kötött ki. Több lehetőséget vizsgáltunk meg egyébként, hogy hogyan lehetne forrást találni. Az első az alapítványi kezdeményezés volt. Mint kiderült, a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy meglévő közintézményben alapítvány formában működjön adott esetben egy csoportszoba. Aztán volt a családi napközi, mint lehetőség, ennek is voltak különböző jogi akadályai, de azt gondolom, hogy még mindig a legjobb megoldás az egy átmeneti státusznak a kialakítása lenne, mert hogy az önkormányzatnak mindössze pénzt kell, viszonylag kevesebb pénzt kellene mellé rendelni. Egy olyan megoldásban gondolkodunk, hogy a már meglévő helyiségekben próbáljuk meg kialakítani ezeket a státuszokat, és az önkormányzat valamennyi összeget, így is még viszonylag kevesebbet mellé rendel. Tulajdonképpen most ott tartunk, hogy én, mint civil kezdeményező, a polgármester úrral nagyon sokat beszélgettem erről, képviselve a szülők érdekeit, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Most ott tartunk, hogy valószínűleg különböző egyeztetések útján körülbelül 10-12 családnak valószínűleg tudunk majd szeptembertől helyet biztosítani. Az óvoda vezető helyettes, Csomor Tamásné Kati néni megmutatta nekünk azt a helységet, ahol egy mini csoportot tudnának kialakítani. Fejlesztőszobának használjuk, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus itt foglalkozik minden nap egyénileg a gyerekekkel. Kati nénivel rögtönzött ingatlan felmérést tartottunk. A padló csempéit számolva kalkuláltuk, hány gyerek fér majd el itt. Így meg 5-4 az 20. Az osztva 2-vel, tehát 10 gyerek. Persze ahhoz, hogy szeptemberben 10 gyerek zsibbongjon ebben a szobában, ahhoz sok minden kell. Ha megnézünk egy rendes csoportszobát, akkor ott a padló nem kőből van, vannak asztalok, no meg vízcsap. Egy minimális átalakításra van szükség ahhoz, hogy óvodai csoportként működni tudjon. Egy kevés játékot kell vásárolnunk hozzá, óvodai bútorral, asztalokat, székeket kell elhelyeznünk. Egy kis meleg padló burkolatra lenne még szükség. Közvetlen környezetében van 2 gyerekmosdó, amit bármelyiket igénybe tudnak venni a gyermekek. Itt van mellette közvetlenül az étellift. Mindez elvben rendben is volna. Csak hogy egy csoport szobába a törvényi előírások szerint 2 óvodapedagógus és 1 dadus kell. Ha az ő munkabérüket és a járulékokat nézzük, ez hozzávetőlegesen 800 ezer forintot tesz ki. Ezt valahonnan elő kell teremteni. Viszont könnyen konfliktusokat okozhat az óvin belül, hogy az egyik csoportban 10 gyerek van, a másikban pedig 25, az óvónők pedig ugyanazért a bérért dolgoznak. Az egyenlet másik oldalán a szükség áll, hiszen a cseperedő óvoda átmeneti csoport szobája lehetővé teszi, hogy 10 családanya vagy apa visszatérhessen a munkaerőpiacra.